Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Nos, ebben az esztendőben is megrendezte Székesfehérvár Közép-Európa egyik legnagyobb méhészeti szakvásárát és kiállítását. Felvonultak a mézlovagrendek, és azt gondolom, hogy ez egy jeles ünnep volt újra. Ugyanakkor már ott a kiállításon elhangzott a szakemberektől, hogy bizony borús esztendő elé néznek a méhészek, annak tükrében, hogy mi történt 2018-ban. Bros Péter például, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke úgy fogalmazott, hogy bár a szezon elején vagyunk, már látszik, hogy ez az év, tehát 2019 több szempontból is abnormálisnak tekinthető. Nos, erről fogunk beszélgetni egy szakemberrel, vendégem Nyerges József, Fejér megyei méhészeti szaktanácsadó, tisztelettel köszöntöm. Üdvözlök mindenkit. Hát korán megjött a tavasz, ezt látjuk, virágba borulnak a fák rövidesen, és azt hiszem, hogy ennek nagyon sokan örülnek, ugyanakkor a méhészek számára ez igazából nem jó jel. Mi is örülünk a tavasznak, és annak örülünk, hogy tényleg van tavasz, ugyanis az elmúlt években volt olyan, hogy a tavasz az szerda délutánra esett, tehát ez a hosszabban tartó felmelegedés, ez kedvez a méheknek. Az egyik napra a másikra megérkező nagy felmelegedés, ugye a növények sokkal gyorsabban kezdenek el fejlődni, a méhcsaládok viszont nem érik utol ezt a fejlődést, és a repce, illetve az akác nyílásakor a méhcsaládok még nem gyűjtésképesek. Tehát a vegetáció beindult, ráadásul ugye ezt komoly szárazság tetézi. Ez mit jelent a méhésztársadalomnak? Hát sajnos a növények azok kevésbé fejlettek. Ha ez így marad és nem fog jelentősen csökkenni az azaszály, akkor a nektár termelődése a növényeknek ugye sérülni fog, és természetesen a fejlődése, például a repce sokkal kevesebb hónajhajtást hoz, kevesebb virágot hoz, és kevesebb nektárt tudnak így gyűjteni majd a méhek. Ráadásul, ha már erről beszélünk, már mint a repcéről, olyan hírek is megjelentek, jó néhány gazda fontolgatja, hogy kiszántja a repcét, tekintve, hogy olyan szárazság volt, hogy egyszerűen nem éri meg megtartani. És ez azt hiszem, hogy megint csak a méhészeket sújtja. Igen, hát a méhészeknek az első és legfontosabb tavaszi mélegelője a repce. Gyakorlatilag a telet azt viszonylag jól bírta a repce, tehát elég jól átteleltek, kevés fagyás kár érte a vetéseket. Hát ez az aszály, ami most van, ez nem hiányzik se a gazdáknak, és ugye később se a méhészeknek. Beszéljünk az akácról. Hiszen az is a virágrügy már megvan, gyönyörűséges lenne, és ez nagyon fontos, de akkor mi történik az akáccal? Ugye az ország déli felén biztos, hogy megpattant már az akác. Ez a ma reggeli, ez a csütörtök reggeli fagy, ami mínusz 6, mínusz 7 fokot is elérte 2 méter magasságban. Ez az akácoknak az alsó részénben biztos, hogy okozott károkat. A fagyzúgos mély völgyekben biztos, hogy károsodtak az akácok, de ez nem jelenti azt, hogy még most az akác termést teljesen el kéne felejtenünk. Még a fák nagy része és az akác erdőknek a felső szintje még biztos, hogy tudna nektárt adni. A méhészeknek a nagyobb problémája az, hogy a gyűjtőképes mély családok ugye egyre kevesebb van az országban. A tavalyi év, ami sajnos nagyon megviselte a méhészeket és a mély családokat is. Ugye tudjuk, hogy a napraforgón nagy méheltűnések voltak, amit a mai napig még nem sikerült kideríteni az okát. Az ott leromlott mély családok mentek telelőbe. Szerencse a zöldítés, ami ősszel plusz virágport és plusz nyalakodást nyújtott a méheknek, és ugye tudjuk, hogy tavaly ősszel megi rekordok dőltek meg, nagyon hosszú meleg őszünk volt, az segítette valamennyire a méhcsaládokat. A napraforgón lepusztult, elnéptelenedett méhcsaládok még az anya nagy mértékű petézésével telelőképes állományokat tudtak létrehozni. Sajnos egy másik nagy probléma is ilyenkor fellép, ugye mi a nagyon sokáig van fedett fias, és tudjuk, hogy most már a méhcsaládok maguktól nem élnek meg, hisz van egy élősködőjük, az nagy ázsiai méhatka, ez ellen egész ősszel folyamatosan védekezni kellett. Azok a méhészek, akik gyakorlatilag ugyanúgy védekeztek az atka ellen, mint az elmúlt években,
illetve kevesebb energiát fordítottak erre a problémák a megoldására, azok sajnos nagy mécsaládveszteséget könyvelhettek el a télen, illetve tavaszra. Igen, azt tudjuk, hogy a mécsaládok mintegy 40%-a tisztázatlan körülmények között, erre majd rá fogok kérdezni, hogy mit jelent ez, elpusztult, illetve jó néhány olyan terület is volt, ahol 50-60%, ez óriási szám. No, de mit jelent valóban a tisztázatlan körülmények? Hogy nem lehet a végére járni ennyi idő alatt, hogy mi is történt valójában? Ugye a napraforgó mézelésekor tehát a mézeknek ahhoz, hogy gazdaságosan tudjanak termelni, erős, sok kiáró mével rendelkező mélycsaládokat kell létrehozni. Ugye gyakorlatilag erre törekednek egész évben, hogy a kiáró méhek tudnak nektárt begyűjteni, és mindenképp erős, sok kiáró méhecskével rendelkező családokat állítanak elő, ha másképp nem megy. Akkor ugye két családból csinálnak egyet, hogy megfelelő népes mélycsalád legyen, hisz két gyenge család nem hord, kettőt összerakva egy erős gyűjtőképes mélycsalád lesz. Tehát mindenképpen a napraforgóra úgy indultak el a méhészek, hogy erős, sok kiáró bogárral rendelkező családokat hoztak létre. Sajnos a napraforgó eleje pár nap alatt, rövid egy hét alatt, a kiáró bograknak majdnem a teljes eltűnését jelentette. A napraforgó elején esős, csapadékos, hideg időjárás volt. Ugye nagyon sokan jelezték, nagyon sokan nem jelezték, de nagyjából lehetett látni, hogy a méhészek, Magyarország méhészeinek a fele károsodott, pontosan a méhészeknek, méhcsaládjainak a fele károsodott. Annak egy viszonylag töredéke lett megvizsgálva, feltételezhetően növényvédelmi beavatkozás során bekövetkezett mélypusztulás eljárásrendjén belül, ami ugye hatósági mintavételeket jelent a mélycsaládokból és a környező kultúrából. Nagyon sokan csak jelezték a pusztulást. Ezt követte egy olyan intézkedés az OMME részéről is, hogy mivel nagyon sokan jelezték ezt a problémát, megpróbálta az OMME a szaktanácsadókon keresztül is összefogni ezeket a bejelentéseket. Ezt a NÉBIK-nek jeleztük, és a NÉBIK annyiban próbálta meg ezt a problémát ugye feltárni, hogy a károsodott méhészeknek egy kérdőívet küldött ki, mintákat vett, és ami még kérdőívet még két héttel ezelőtt is töltöttek a méhészek, ugye még a múltkori méhmérgezéssel kapcsolatban, hisz nem igazán lehetett, vagy legalábbis a szakemberek nem igazán tudták meghatározni a mai napig is, hogy mi lehetett az oka. Mi mint gyakorló méhészek, ugye több dologban látjuk a problémát. Ugye mindenki a saját vérmérséklete szerint elsősorban a növényvédőszereket tette ezt felelőssé. Így kívülről egy kicsit én is azt mondom, hogy ebben lehet valami, hisz a növényvédőszer lebomlása a növényen belül, tehát egy felszívódó csávázószernek a lebomlása a növényen belül nagyon erősen időjárás függő is. És ugye, hogyha hideg, csapadékos időben lehet és valószínű, hogy másképp is bomlott le, és megjelentek a nektárban, illetve a virágporban is. Az is lehet, hogy közrejátszott, hogy a hideg időben, ugyanúgy, mint a tavasszal a repce, hogy kicsalogatja a virágzó kultúra a méheket a kaptárból, de mivel olyan hideg van, hogy kirepülni még kirepülnek, de vissza már nem tudnak térni a kaptárba, valószínű, hogy ez is egy részüknek a pusztulását okozta. Summa summarum, nagyon sok mélycsalád károsodott, és ez a károsodott mélycsalád többé-kevesbé megerősödve ment a télbe, és a télen vagy túlélték a telet, vagy legyengülve jöttek ki belőle. Nagy általában el lehet mondani, hogy a mélycsaládoknak a 30-40%-a biztos, hogy nem termelőképes, nem lesz magától termelőképes most tavasszal. Értem. Folyik-e valamilyen, a vizsgálaton túl valamilyen tárgyalássorozat a szaktárca, illetve a méhészegyesületek, illetve az agrárium között, gondolok itt elsősorban a növénytermesztőkre. Ugyanis ez már gyakori panasz, esztendők óta így van, hogy a növényvédőszerek, hát hogy is mondjam, azt hiszem, hogy nem tesznek jót a mélycsaládoknak.
Hát ugye a növénytermesztőknek érdeke, hogy a növénykultúrák meg legyenek védve a károkozóktól. A méhészeknek is érdeke, hogy egészséges, nektárt adó növénykultúrákra tudjunk látogatni. A jelenleg használt szerek, én laikusként mondom, tehát nem vagyok növényvédelmi szakember, de ugye a tapasztalatok alapján a felhasználási engedélybe nagyon sok esetben, ugye, tehát minden esetben arra szerre szól a felhasználási javaslat, azt be is tartják a gazdák. A probléma abból szokott lenni, és erre vannak most új kísérletek, kutatások, hogy a szereknek a összekeverése, tehát a kombó, a tartálykeverékeknek a hatása teljesen más, mint ugye külön-külön álló szereknek az egyéni hatása. Hát bizakodhatunk, más nem tehetünk, és önök sem, mert nyilván a vizsgálatnak azért lesz majd eredménye. Azon meg végez erre ezzel kapcsolatban vizsgálatokat, a megfelelő szakemberekkel együtt, az OMME segítségével már végeztünk olyan kísérleteket, amiben az imidakoprid és a terbukkonazol, az egyik az egy rovarölőszer, amit nappal is ki lehet juttatni, a másik pedig egy gombölőszer, amit szintén nappal is ki lehet juttatni, de a kettő együtt tankeverékbe szerepel, a méhekre nem veszélyes kategóriából átkerül egy másik kategóriába, hisz ezek már károsítják a méheket. Tehát oda kell figyelni. Mézhamisítás. Azt gondolom, hogy naport vert fel az elmúlt esztendőkben a kínai mézhamisítás, és hát gyakorlatilag a magyar méz, amely abban az értelemben világhírű minőségében javító mézként is mindenféle értelemben. Hol tartunk ebben a kérdéskörben most? Előveszek, ugye próbálok gyűjtögetni a méhészettel kapcsolatos régi dolgokat is, így a régi szakirodalmat is. Hogyha előveszek egy jó 100 évvel ezelőtti szakirodalmat is, abban is már jelentős fejezet jut a mézhamisításnak. Abban az időben ugye sokkal kisebb és egyszerűbb probléma volt ez. Ugye jelenleg a mézhamisítás ugyanúgy, tudni kell, hogy a harmadik legsűrűbben, legnagyobb arányban hamisított élelmiszer a méz. Olívaolaj, tej, méz. Amíg van erre nem csak igény, hanem nincs politikai és gazdasági akarat ennek az unión belül is, meg hát a világon belül is, de az unión belül is megszüntetésére, addig elég nehéz harcokat vívnak itt a magyar termelők. Itt hívnám fel a figyelmet, hogy Magyarországon az átlag fogyasztó körülbelül 27 kg cukrot fogyaszt valamilyen formában, és maximum 1 kg mézet. Ugye az OMME, a méhészek azt szeretnék elérni, csatlakozva az európai mézes reggelihez, hogy a hazai mézfogyasztást növeljük. Hogyha ebből az 1 kilóból tudnánk 2 kilogrammot csinálni, az ugye 10 millió embernél az 20 ezer tonna méz. Gyakorlatilag egy átlag évben Magyarország méztermelése, és tudni kell, hogy az Unióban mi vagyunk a harmadik legnagyobb méztermelő ország, gyakorlatilag a saját mézünket, a saját termelői jó minőségű mézünket megennék a magyar fogyasztók. A 27 kiló kristálycukorhoz képest a 2 kilogramm jó minőségű méz, szerintem ugye biztos vagyok benne, hogy sokkal, de sokkal több értékes anyagot tartalmazó élelmiszerhez jutnának így, és megmentenék ezzel a méhészeti ágazatot is. Ez nyilvánvaló, tehát ezekre az akciókra szükség van, de az akciókon túl pedig ez egy folyamat része. Az ön által is említett a program, ez egy jó út mindenképpen. No, akkor egy kicsit beszéljünk az árról, hiszen a felvásárlási árak nem nőttek, sőt az átvételi árak sem, és ez nagy baj, mert hogy én azt gondolom, hogy nagyon lent van. Én ezt tapasztaltam most a vásáron is, nagyon sok volt a panasz szó ez ügyben is. Ugye, aki régóta mézkedik, az tudja, hogy mezőgazdaság bármikor. Amikor megtermeljük a terméket, akkor a legolcsóbb általában, hisz a raktározással, meg a tárolással költségek vannak.
Ugye a méhészek régebben anyagilag ki tudtak tartani, megvárták azt az időszakot, amikor ugye szükség van a mézre. Tehát az őszi-téli időszakban mindig emelkedett a méznek a felvásárlási ára. Sajnos ez már a sokadik év, amikor már nem emelkedik a méznek az ára, majdnem, hogy a megtermelés akkor a legdrágább. Látszik, hogy egyre kevesebb méz kell, egyre kevesebb valódi méz kell a mézpiacra. Ugye jönnek a mézek az unióba, és ugye mi függünk az unióból, hisz a megtermésünknek a nagy részét az unióba értékesítjük jelenleg. Ugye ha a világból jönnek befele azok a mézek, amikkel a magyar termelőknek kell versenyezni, gyakorlatilag nem tudunk olyan jó árat elérni, hogy abból meg tudjunk élni, abból érdemes legyen fönntartani a gazdaságunkat. Meg kell jegyeznem, hogy mézet bárhonnan lehet venni, de megporzás nem. Példánk Amerika. Amerikában 45 millió méhcsalád volt ezelőtt 15 évvel. Most vettek ők a világból mindenhonnan, Argentinából, Kínából, mindenhonnan mézet. Nem érte meg már az ottani termelőknek sem mézet termelni. A 3-4 millió méhcsaládra esett le az országon belüli méhcsaládszám. Gyakorlatilag nem volt megporzás az országon belül. És tudni kell, hogy mézet bárhonnan vehetünk, de megporzást nem fogunk tudni venni. Igen. És a méheknek csak a másodlagos haszna az, hogy mézet termelnek, és kitűnő finom mézet. Az elsődleges haszna az, hogy a megporzást elvégzik. Tudni kell, hogy az élelmiszereknek a 85% ugye megporzás függő, és a fogyasztásra, az élelemre szánt növényeknek pedig a 85%-a függ a méhes megporzástól. Ezért is érdekes, és leginkább csak költői a kérdés, hogy hogy lehet az, hogy esztendők óta az Unió, amely azért a gazdaságra felügyel, és nagyon szigorú elvek mentén működik, hogy engedik, hogy a távol-keletről mindenki tudja, hogy hamisított méz, itthon, bárhol mindenki tudja, hogy a magyar mézet meg a szerb mézet használják arra, hogy feljavítsák. Tehát egy silány minőségű mézet fogyaszt voltak éppen az egész Nyugat-Európa. Tehát költői a kérdés, mondom, mert hogy erről tehát, beszélünk évek óta. Mivel ugye nem csak, tehát a világpiacon különböző idézőjelbe tett mézeket lehet vásárolni. Ugye van olyan, amely viszonylag egyszerű vizsgálatokon is megbukik, tehát nem lesz megfelelő, de ugye élelmiszerkémiai előállítással egész olyan pótlóanyagokat, vagy egy idézőjelbe tett mézet is lehet vásárolni a világpiacon, amelyik majdnem hogy a legmodernebb vizsgálatokon is már megfelel. És gyakorlatilag, amíg ez még mindig olcsóbb, mint a természetes méz, addig még mindig ezekkel kell versenyeznünk, és addig nem lesz tehát egyik évben több, másik évben kevésbé van szükség a természetes mézre. Nos, hát nagy sóhajjal kérdezem, milyen kilátások vannak ennek tükrében 2019-re? Legyünk optimisták, tehát az a 27 kg kristálycukorból, vagy cukorból, mert tehát a 27 kg cukorból nem tartom annyira lehetetlennek, hogy 2 kilót mézzé fordítsunk. Ha ezt a 2 kilót mézzé tudjuk fordítani, akkor ugye a fogyasztók jobban járnak, mert azért a kristálycukornál sokkal egészségesebb a különböző kitűnő minőségű fajta méz. És itt felhívom a figyelmet, hogy ugye régen csak akác meg virágméz volt, ugye a nagybocanádi kaptártípus nagy keret méreten általában ezt a két mézet tette lehetővé, és a fogyasztók se igényelték, vagy hát ez volt kialakulva, hogy ezt a kétfajta mézet. A mostani rakodó kaptáros technológiával, amikor egyik pillanatra a másikra fiókot lehet cserélni, és már a következő fajta mézet tudjuk gyűjteni. Gyakorlatilag egy piacozó méhész, akinek ugye érdeke, hogy minél több fajta mézet kínáltasson, kóstoltasson meg a fogyasztókkal, 8-9-10 féle fajta mézet tud termelni, nagyon-nagyon nehéz munkával, nagyon-nagyon sok vándorlással, és ez a 8-10 fajta méz gyakorlatilag egy élelmiszer
különlegességi palettát tud nyújtani. Úgy, ahogy a sajtokban is különböző fajta sajtok vannak, ugyanúgy a mézekben is különböző ízű, erősségű eszenciák vannak a mézben. És mondom a fogyasztóknak, ez egy kuriózum, és ez sokkal egészségesebb, mint a cukor, amit megeszünk. Hiszünk önnek, és hát bízunk abban, hogy ez valóban megfordítja majd ezt a trendet. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, és mi mást kívánhatnék egy búcsúzóul, hogy mézes hétvégét kívánok mindnyájuknak, viszontlátásra.